a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Kaposvár polgármestere és az Óbudai Egyetem rektora tegnap aláírta a Tudományos és Innovációs Park alapító dokumentumait. A létesítmény több száz munkahelyet teremt majd. Több mint 30 fiatal tett tegnap kadét fogadalmat a kaposvári gépipariban. A középiskolában a kezdetek óta igen népszerű ez a képzés. Szakmai és családi programok tucatjaival holnap szélesre tárja kapuit az ország egyik legnagyobb állattenyésztési seregszemléje. Ez a Kán Egyetemi Napok. Jó estét kívánok! Tegnap aláírta az Okosipari Tudományos és Innovációs Park elindításához szükséges szerződéseket Kaposvár polgármestere és az Óbudai Egyetem rektora. A 4 hektáron megépülő létesítmény jelentősen hozzájárulhat majd városunk és a térség gazdasági fejlődéséhez. A 15 milliárd forintos beruházás 2025-re készülhet el. Egyre több nagy külföldi cég is épít gyárat Kaposváron, de a már meglévőknek is fontos az innováció, a fejlesztés. Ezt a célt is szolgálja a következő években megvalósuló Okosipari Tudományos és Innovációs Park. Ez a létesítmény is szorosan kapcsolódik majd városunk újraiparosítási törekvéseihez, mondta el egy szerdai sajtótájékoztatón Szita Károly polgármester. A város csak akkor lehet isten igazából sikeres, hogyha erős a gazdasága. Mi azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy el kell érnünk ennek az évtizednek a végére, hogy ne legyen munkanélküli Kaposváron, mindenki dolgozhasson, aki akar, és a bérek tekintetében is egyről a kettőről akarunk jutni, az utolsó egyharmadból a középmezőny felső felébe szeretnénk jutni. Ehhez pedig többek között iparfejlesztésekre is szükség van. Kaposvár több nagy cége, így a Kométa és a Szabó Fogaskerékgyártó Kft. Is jelentős fejlesztéseket tervez. Számukra is ideális lesz az új okospark, ahol megvalósíthatják ötleteiket. A park elindításához szükséges szerződéseket szerdán írták alá. A 15 milliárd forintos beruházás 2025-re készülhet el teljes mértékben, és 6-700 embernek adhat majd munkát. A célunk nem kicsi, hanem az, hogy mindazt a kontextust, amelyet a Neumann program keretében az ország megfogalmazott, nevezetesen, hogy 2030-ra a jelenlegi 34. innovátor helyünket a nagyvilágban, ami egyébként durván 40 évvel ezelőtt az első 10 környékén volt, ezt a versenyhátrányt, ezt hozzuk ismételten előre, gyakorlatilag egy teljesen más láncolatban egy tudásalapú társadalmat építsünk fel, és ebben a tudásalapú társadalomban az Óbudai Egyetem egy meghatározó részesévé kíván lenni ennek a fejlesztésnek. A Science Parkban a legmodernebb technológiákkal találkozhatnak majd, és ott valósíthatják meg a budapesti központban végzett fejlesztéseket. Az Óbudai Egyetem újabb mérnökképzések indítását is tervezi Kaposváron, így például az informatikus üzemmérnökit is. A végzős hallgatóknak pedig állást is ajánlhatnak majd az okos központban. Az infláció miatt 3,5%-kal kiegészíti a kormány a korábbi 15%-os nyugdíjemelést. Ezt a mai kormányinfón jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, egy átlagos nyugdíj esetén, ami eddig 210.700 forint volt, a havi nyugdíjemelés összege 6.532 forint. Novemberben visszamenőlegesen is kifizetik a nyugdíjasoknak az emelést, ami azt jelenti, hogy az októberihoz képest átlagosan közel félhavi, átlagosan 78.384 forintos többlettel számolhatnak az idősek. 32 honvéd kadét tett fogadalmat tegnap a Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd műszaki technikumában. Ennek a 2019-ben indult képzésnek a népszerűsége töretlen. Az itt végző fiatalok közül többen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatják tanulmányaikat. Hazám és iskolám értékrendjét, szabályait megtartom. 5. alkalommal tettek esküt a kadétok tegnap a Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd műszaki technikumában. A 32 elsőéves többsége elkötelezett a katonai pálya iránt. Azért ezt a pályát választom, mert szeretek sportolni, szeretem a fegyvereket is, hát a hazát is szeretem.
Kaposvár alpolgármestere Borhi Zsombor köszöntőjében arról beszélt, hogy minden nemzet megmaradását a hazaszeretet és a hazafiasság biztosítja. Kaposvár hagyományosan katonaváros, ezt a rossebb bakák óta mindannyian tudjuk. Viszont napjainkban a Magyar Honvédség egy történelmi megújuláson esik át. Mire önök itt ebben az iskolában végeznek és katonák lehetnek, addigra Magyarországnak egy hatékony, ütőképes, rendkívül korszerű, modern hadereje lesz. Az intézmény vezetője, Takács Szilvia pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a kadétképzésnek a diákok testi-lelki nevelése is fontos célkitűzése. Mind szellemileg, mind erőnlétileg felkészítésre kerültök a haza védelmére, de mellette egy civil szakma fortéjait is el fogjátok sajátítani. Így a 11. évfolyamtól választhattok az informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető, vagy a gépjármű mechatronikai technikus képzés között. A fogadalomtételen a Magyar Honvédség 5. területvédelmi ezredének parancsnoka Kovács Gyula György is részt vett. A katonai tudás magabiztosságot ad, növeli a reagáló és döntési képességet. Fegyelemre, kitartásra, szabálykövetésre nevel. Az ünnepségen a jó tanulmányi átlagot elért felsőbéveseket arany, illetve ezüst állományjelzőkkel jutalmazták. A díjazottak teljes névsorát megtalálják internetes oldalunkon, a kapos.hu-n. Ma délelőtt a Kaposvári Közlekedési ZRT duális képzőhelyén a Cseri úti busztelephelyen gyakorlatoztak az 5-ös Lórend műszaki technikum diákjai. A fiataloknak a Kacsógép Kft. Ügyvezető igazgatója tartott előadást. Kacsó Csaba a motorok hengereinek állapotvizsgálatát, mérését, jegyzőkönyvezését, illetve a felújítási technológiákat ismertette. A szakmaszerzés jelentőségéről beszélt ma a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára is egy pályaválasztási fórumon. Comba Sándor azt mondta, a duális képzés egyik legfontosabb célja a munkanélküliség megelőzése. Olyan piacképes tudást kell a fiatalok kezébe adni, amivel tudnak, akarnak és képesek is lesznek elhelyezkedni, fogalmazott a szakpolitikus, aki hozzátette, a magyar képzési rendszer egyre nagyobb hangsúlyt fektet a korszerű technológiákra és a valós munkakörülményekre. 2 góllal jobb volt hazai pályán az NB1-es Balatonboglári férfi kézilabda csapat. A NEKA nemrég a Balatonfüred együttesét fogadta, nem sokára jövünk a mérkőzés összefoglalójával. A 0. nap 4 szakmai konferenciájával ma megkezdődött az idei KÁN Egyetemi Napok. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem nagy rendezvényére idén is mintegy 30 ezer embert várnak a szervezők. A Kaposvári Kampuszon és a Pannon Lovas Akadémián holnaptól vasárnapig számtalan fajta bemutató, vetélkedő, családi program és koncert várja az érdeklődőket. Kaposvár állattenyésztési seregszemléje a kezdetek óta az ország egyik legjelentősebb ilyen jellegű rendezvénye. A fajta bemutatók és szakmai fórumok elsősorban az agrárium szereplőinek szólnak, miközben a kézműves vására sok koncert és rengeteg családi program a nagy közönséget célozza meg. Az egyik kiemelt helyszín ezúttal is az Élményliget lesz. Számos családi program mellett készülünk a Neveléstudományi Intézet munkatársaival, közösen kézműves foglalkozásokkal, és idén is lesz a kisdiákok számára népszerű mesetérkép, melynek ez lesz az egyik kiindulási pontja, és ez lesz a végpontja. A mesetérkép segítségével pedig a gyerekek bebarangolhatják a kiállítás különböző helyszíneit, gyűjtve a pecséteket, és végén egy kis ajándékkal várjuk a feladatot teljesítő gyerekeket. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem ugyanakkor a pályaválasztás előtt álló általános, illetve középiskolás fiatalokat is szeretné megszólítani. A mezőgazdaságban zajlik egy generációváltás, felértékelődött ez az ágazat, ezt mindannyian tudjuk az elmúlt időszakban, és ahhoz, hogy az elkövetkezendő éveknek, évtizedeknek nyugodtan tudjunk nekivágni, ahhoz arra van szükség, hogy a legjobb szakemberek álljanak rendelkezésre az ágazat számára, ahhoz pedig tehetséges fiatalokra van szükség. Ezért fontosnak tartjuk azt, hogy minden fronton, minden területen tudjuk népszerűsíteni az ágazatot.
A Kán Egyetemi Napok hivatalos megnyitója holnap délelőtt lesz, vagyis szeptember 29-én a Magyar Állattenyésztők ünnepén. Jó termésben bíznak idén a hazai diótermesztők. A gazdálkodók szerint a múlt évi aszály után ebben az évben mind mennyiségben, mind minőségben jelentős előrelépés várható. Somogyban, ahol 618 hektáron foglalkoznak diótermesztéssel, már meg is kezdődött a betakarítás. Lengyel-Tótiban a dióburok fúró légy nagyüzemi körülmények között nem okozott gondot, de a sok csapadék miatt kialakuló baktériumos fertőzésekkel meg kellett küzdeni. Miközben az idei terméssel elégedettek lehetnek a gazdák, a piaci viszonyok nem alakulnak számukra kedvezően. Az ismeretlen eredetű és megkérdőjelezhető minőségű ukrán, illetve moldáv dióbél ugyanis alaposan lenyomja a hazai árakat. Alapításának 25. évfordulóját ünnepelte a napokban a Magyar Egresi Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub. Az egyesület alapító tagjait a faluházban emléklapokkal köszöntötték. Együtt egymásért beszédes nevet választottak egyesületüknek a magyar egresi nyugdíjasok, hiszen egy valóban összetartó és segítőkész közösség az övék. Az alig 600 fős település időseket tömörítő szervezete 1998-ban alakult 61 fővel, ma 68-an vannak. Rengeteg fellépésük van, de a kulturális bemutatók mellett akkor sem restek, ha faluban van szükség rájuk. Szerencsések vagyunk abból, hogy mindenki nagyon aktív, tehát közel 30 fővel van kultúrcsoportunk, idézőjelben, ahol vegyes kórusunk van, tánccsoportunk van, többen nagyon szeretnek szavalni, nagyon sok paródiát adtunk elő a magunk szórakozására, illetve bemutatókon, gálákon is részt vettünk. Hát igazából azt mondom, hogy legyen még egészségünk, tervezzük a jövőt, mert hát miért ne terveznénk, ugye anélkül nem tudunk előre haladni. A tagok akkor is számíthatnak egymásra, ha betegek, vagy éppen valami problémájuk van. Ilyenkor még inkább összefognak és támogatják egymást. Naszódi Kundóra a klub legfiatalabb tagja, még csak nem is nyugdíjas, de szülei hatására férjével együtt csatlakozott. Én azt érzem, hogy ez egy olyan közösség, egy icipici faluba, ami összetart, ami összekovácsol. Nyilván ehhez kell egy vezető, aki maximálisan oda teszi magát, és mindig oda teszi magát, de kellenek a tagok is, akik mögé állnak és segítik ebben. Az egyesület mára annyira népszerűvé vált, hogy nem csak a magyar egressiek léptek be, hanem a környező települések idősei is. Kitarját most már Kaposvárra is, mert valakinek a valakije, a baráti alapra gondolok, akkor ugye hírül ment, hogy milyen jó megy itt, mert tényleg el lehet mondani, nagyon jó közösség van, és akkor szívesen jöttek ide. A klub több vállalkozástól is kap támogatást, és persze az önkormányzat is rendszeresen segíti őket. Mindenképpen egy nagyon előrelépés, hogy egy ilyen klub van a falu életében. Hát a 25. évfordulót ünnepelve, igazán el lehet mondani, hogy egy nagyon jó szereplés produkálnak, rengeteg rendezvényen vesznek részt, több községbe hívják őket, meg vesznek részt ilyen népdalos rendezvényeken, úgyhogy a falu életében egy nagyon-nagyon nagy piros pont. A születésnapi rendezvényen okleveleket adtak át a 17 alapító tagnak, minden tag kapott emléklapot, de köszöntötték az alpolgármestert és feleségét is 40. házassági évfordulójuk alkalmával. Úgy gondolom, hogy ez a tőlünk fiatalabb korosztálynak egy igen nagy élmény, hogy ők is velünk tudnak lenni, és tudnak tanulni tőlünk. Mi is tanulunk még a fiataloktól, de én úgy gondolom, hogy ez a legjobb dolog, hogy közösen, együtt és a falu összetart. Az idős ünneplőket a Magyar Egresi Gyermekekért Alapítvány egy jubileumi emlékműsorral lepte meg. Négy rapsicot értek tegnap tetten a barcsi járőrök Csokonya-Visonta határában. A 19 és 51 év közötti férfiak a zimonai halastóban horgáztak engedély nélkül. A környékbeli lakosok összesen 46 pontyoft fogtak így ki. A halakat a rendőrök lefoglalták, majd átadták a tógazda képviselőjének. A tetteseket lopás gyanújával hallgatták ki.
Három fontos erőpróbán is remekeltek a közelmúltban a Kaposvári Sportközpont és sportiskola dzsúdósai. Erdélyben, Szatmár-Németiben volt egy nemzetközi tesztverseny, a csehországi Brünóban, valamint Egerben. A kasi tehetségei ezeken a seregszemléken összesen több mint egy tucat érmet szereztek. A szakértők szerint ez jó előjel a közelgő korosztályos országos bajnokságok előtt. Sorozatban harmadik győzelmét aratta a közelmúltban a Balaton-Boggári NEKA kézilabda csapata a férfi NB1-es bajnokságban. Sótonyi László tanítványai akkor hazai pályán a Balaton-Füred együttesét múlták felül 24-22 arányban. A találkozó első percei mindössze két gólt hoztak, aztán a piros mezes balatoni együttes egyre inkább elkapta a fonalat. A kapuban Deményik Szavér is remekelt, így a vendégek 5-2-nél időt kértek. Az edzői tanácsok ugyan jót tettek a balatonfüredieknek, a NEKA csapatánál viszont bárki is lépett pályára, hozzátett a jó teljesítményhez. A szünetben 14-13-as hazai előnyt mutatott az eredményjelző. A második félidőben sem tudott igazán meglépni a hazai alakulat, az északi partiaknak mindig volt válaszuk a hazai gólokra. A 40. percben azonban sorozatban háromszor is betalált a Balatonboglár, ezt követően viszont 10 percig csak a vendégek dobtak kettőt. Később a sötét mezeseknek is volt egy három gólos rohanásuk, de egy gólosra olvadt előnyét egy utolsó perces találattal még meg is toldotta a NEKA, így alakítva ki a 24-22-es végeredmény. Ha két mondatban össze kellene foglalnom, akkor azt mondom, hogy az a csapat nyert, aki kevesebbet hibázott, és elől gondolom a támadójátékot. Kevés gól esett a mérkőzésen mindkét fél részéről. Én azt gondolom, hogy a védekezésünk ugye rendben volt egy jó kapus teljesítményünk is mögöttünk, de sajnos az elől való játék az nagyon gyengére sikeredett, a helyzetet kialakítottunk akkor, azt nem tudtuk befejezni, az ígyszereket nem lőttük be, illetve sok technikai hibát vétettünk, itt az ellenfelünk hajlós ellentámadással kihasznált, és tudtuk, hogy ez a fegyverük, ezt nehezen tudtuk megoldani, főleg az első félidőben, második félidőben már helyen közel. Igazi edzőt próbáló meccs volt, sok támadásban egy rengeteg olyan ki nem kényszerített hibával, aminek, hogyha kapralövéssel befejeződik a nagy rész, akkor ugye nyilván más az eredmény a két oldalról, de én örülök annak, hogy a csapat három mérkőzésből három győzelmet aratott, nem is igazából annak, hogy 6 pontunk van, hanem annak, hogy ezen a három mérkőzésen a kritikus helyzetekben, a végjátékokban átlag ez a 18 éves csapat 6-8 évnyi rutint, fizikai különbséget tud pótolni. Az akadémiai mentális fejlesztésnek, a taktikai fejlesztésnek, az erőlétnek köszönhetően gyakorlatilag 60 percig van muníciónk, és ennek a mai mérkőzés egy szép példája volt. Azóta a negyedik fordulót is lejátszották a férfi élvonalbeli kézilabda ligában, ám azon a meccsen nem szerzett pontot a Csurgón pályára lépő Balatonboglár, ugyanis a hazaiak 34-31-es győzelmet arattak. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Kaposvár polgármestere és az Óbudai Egyetem rektora tegnap aláírta a Tudományos és Innovációs Park alapító dokumentumait, a létesítmény több száz munkahelyet teremt majd. Több mint 30 fiatal tett tegnap kadét fogadalmat a kaposvári gépipariban. A középiskolában a kezdetek óta igen népszerű ez a képzés. Szakmai és családi programok tucatjaival holnap szélesre tárja kapuit az ország egyik legnagyobb állattenyésztési seregszemléje, ez a Kán Egyetemi Napok. Félholtra verte élettársát egy korábban már gyilkosság miatt elítélt somogyi férfi. Az esetről további részleteket olvashatnak internetes oldalunkon a kapos.hu-n. A híradó után 7:30 jön a Kukkantó, 8:30 pedig a Balasport, a Tavi TV Sport magazinja. Tartsanak velünk! Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés.
Holnap is folytatódik az évszakos átlagnál több fokkal melegebb idő. Napos, száraz idő várható, csak néhol növekedhet meg a fátyol felhőzet. A hajnali órákra 12-14 fokig hűl a levegő, helyenként köd is képződhet. A nappali hőmérsékletek 25-27 fok körül alakulnak. Szombaton egy gyenge hidegfront érkezik, így a napsütés mellett már hosszabb, felhősebb időszakok is lehetnek, de zápor csak néhol alakulhat ki. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, kora reggel 12-15 fokot, délután 23-25 fokot mérhetünk. Aztán a jövő hét elejétől ismét visszatér a nyugodt, száraz, napos idő. A hőmérsékletek továbbra is kellemesen alakulnak majd. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft., a Dési Huber utcában igényes kivitelben épülő 30 lakásos társasház ingatlanjainak értékesítője.